Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és soha kétreztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és választással. Bocsássa meg bűneinket, s vezessen el az örök életre. Jesus.
hitet, a reményt és a szeretetet. Add, hogy szeressük, amit parancsolsz, és segíts, hogy elnyerjük, amit ígérsz. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr. Kitörő örömmel örüljetek Jákobon, örvendjetek annak, aki első a nemzetek között. Dicsőítsétek, hirdessétek és mondjátok. Az Úr megszabadította népét, Izrael maradékát. Íme, visszahozom őket Észak földjéről, és összegyűjtöm őket a föld határairól. Mindnyájukat összegyűjtöm, a vakokat és a sántákat is, a várandósokat és a szülőanyákat is. Nagy sereg lesz, amely ide visszatér. Könnyek között jönnek, pohászkodás közt vezetem őket vissza. Forrásvizekhez vezérlem őket, sima ösvényeken, nehogy elessenek. Mert atyává tettem Izraelnek, és Iv és Efraim az én egyszülött fiam. Ez az Isten igéje. Szent lecke a zsidókhoz írt levélből. Testvéreim, minden főpap az emberek közül való, és arra rendelik, hogy az Isten tiszteletében képviselje az embereket, ajándékokat, és áldozatot mutasson be a bűnökért, mint olyan valaki, aki megértő tud lenni a tudatlanok és a tévelygők iránt, hiszen őre is gyöngeség nehezedik. Így a népért is, és saját védkéért is áldozatot kell bemutatnia. Ezt a tisztséget magától senki sem vállalhatja, csak az, akit Isten meghív, mint Áront. Így Krisztus sem önmagát emelt egy főpapi méltóságra, hanem az, aki így szólt hozzá. Fiam vagy te, ma szültelek téged. Mások meg ezt mondja. Pap vagy te mindörökké, Melkizedek rendje szerint. Ez az Isten igéje. Tanítványaival Jézus Jerikóba érkezett. Amikor tanítványainak és a nagy tömegnek a kíséretében elhagyta Jerikót, egy vakkoldus Timeus fia Bartimeus ott ült az útszélen. Hallva, hogy a názáreti Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni: Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Többen szóltak neki, hogy hallgasson, de ő annál hangosabban kiáltotta: Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és így szólt: hívjátok ide! Oda szóltak a vaknok: bátorság, gyere, téged hív! Az eldobta köntösét, felugrott, és oda ment Jézushoz. Jézus megkérdezte: mit akarsz, mit tegyek veled? A vak ezt felelte: Mester, hogy lássak! Jézus erre így szólt: menj, a hited megmentett téged! Az pedig nyomban visszanyerte látását, és követte őt az úton. Ezek az evangélium igéi. Áldott néked, Jézus!
Kedves testvérek, jó hírt hallottunk, Jézus meggyógyította a vakot. Legtöbbünknek, ritka kivételtől eltekintve, vannak különféle betegségeink, gyengeségeink és bajaink. Igazából nem tudjuk elgondolni, milyen lehet vaknak lenni. Milyen az, aki nem hall. Milyen az, akinek a szívével gondja van, fáj, vagy egyéb dolgok vannak vele. Különösen azok, akik nincsenek ilyen és hasonló helyzetben. Ha jól emlékszem, televízióval láttam, Budapesten van egy hely, ahol az embereket próbálják arra rászoktatni, vagy megmutatni nekik talán így jobb, hogy milyen az, hogy vaknak lenni. Bemennek egy helyiségbe, le van kapcsolva minden, nagyon jól bekötik a szemüket, úgy bekötik, hogy semmit nem lehet látni rajt nekik, és akkor elindítják. Hát nyilván legtöbbször hiába mondják, hogy erre, arra, amarra, becsukott szemmel nem tudunk igazából úgy tájékozódni, mint nyitott szemmel. Neki mennek ennek, annak, mindenféle tárgynak. Iszonyú lehet. Sokféle betegség, gyötrelem és baj van az életünkben. De gondolom, hogy egyetérthetünk abban, hogy az egyik legsúlyosabb, hogyha valaki vak. Nem olvashat, nem láthatja szeretteit, nem nézheti ezt a gyönyörű világot és hasonló dolgokat. Jézus meggyógyította ezt a vakot. Milyen jó lenne, hogyha minket is meggyógyítana, testi és lelki gondjainkban. Ennek a vaknak nem csak az volt a gondja, hogy ő nem lát semmit, hanem kitaszították. Hát egy vakemberrel mit lehet kezdeni? Milyen üzletet, milyen sportot? Semmit tulajdonképpen. Némelyik ember átéli ezt a tekintély nélküli állapotot belsőleg. Ilyen helyzet az, amikor nem számítanak rá, nincs szükség a személyére. Figyelmen kívül hagyják, talán úgy is lehetne mondani, hogy átnéznek rajta, nullának, semminek nézik. Bartimeusz meghallotta, hogy Jézus közeledik felé az úton, és kiáltozni kezdett. Hallomásból már tájékozódott Jézus csodatevő hatalmáról. Kitör belőle lelkének mélyéből a nyomorúsága. Uram, könyörülj rajtam! Nem takargatja az elesett mi voltát, nincs tekintettel arra, hogy ez a megalázott állapotot mások is megtudják. Nyíltan mindenki számára kinyilvánította, hogy ő nyomorult és könyörületre, gyógyításra szorul. Amellett az erős hitét juttatja kifejezésre. Hiszi és vallja, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, és tud rajta segíteni. Neki hatalma van a nyomorúságaink meggyógyítására. Bízik a jóságában, hogy meghallgatja a kérését, és hatalmát alkalmazza az ő javára. Különben is Jézus a csodáját mindig a hithez kapcsolja. Általában a gyógyítás előtt felteszi a kérdést, hiszel-e? És aki hisz, azt meggyógyítja. Azonban egy váratlan fordulatban, kapcsolatteremtésben nem a címzett Jézus válaszol, hanem a tömeg. Le akarták beszélni, hagyjan a mestert, el van ő foglalva. Nincs neki szüksége arra, hogy egy vak koldoson egy nyomorult emberrel beszélgessen. A tömeg az erősek oldalára áll, és nem a gyengéket támogatja. Tessék megjegyezni és megfigyelni, a mindennapi életben, családban, falu közösségben a tömeg az erősek oldalára áll, és nem a gyengéket támogatja. Még akkor sem, hogyha az erőseknek nincs igazuk és hazugságban vannak. Akinek ma hízelek, holnap már mellőzi. Ismerjük ugye a kétszínű embereket. Szemtől szembe mosolyog, a háta mögött pedig mindent elkövet. Ezt a tapasztalatot Jézus sem kímélte. A vak Bartimeusz is megérezte az emberek eme hatalmát. A tömeg ráförmett, arra kényszerítik, hogy hallgasson, mert megzavarja az ő békéjüket, megzavarja az ő panasz nélküli dolgaikat. Bartimeuszt azonban, a vakot, a tömeg nem tudja elhallgattatni.
Az ő életigénylése, melyben rendíthetetlen hite és legyőzhetetlen reménye kifejezésre jut, erősebb az emberek ellenállásánál. Ezért olvassuk az evangéliumban, ő azonban annál jobban kiabált. Tehát akinek igaza van, aki biztos abba, hogy Jézust követi és az igazság útjában, annak bizony erősnek kell lenni, és egyszer, máskor, vagy többször is a tömeg ellen kiabálni. Amikor Jézus hívta, ledobta a köpenyét a vak, vele együtt a régi életének terhét. A Jézusi üzenet is tulajdonképpen ez. A régi életünket kell ledobni, és új életet kell kérni, szerezni Jézustól. Oda sietett Jézushoz, nekünk milyen terhet kell ledobnunk, hogy Jézushoz menjünk. Duna televízióban 4 asszony beszélgetett 9 óra előtt, ha jól emlékszem. Nagyon intelligens, több gyermekes édesanyák voltak, és elmondották azt, amit a pedagógusok, mi papok is mondjuk, hogy nagyon nagy baj az, hogy a mai szülők annyira pátyolgatják a gyermekeiket, hogy ezzel a gondoskodással, féltéssel, pátyolgatással teljesen tönkre teszik. És amit ugye a templomban is lehet tapasztalni, fiúk, nagyfiúk alig-alig vannak, nem tudnak leszakadni a fiúk az édesanyjákról. Ugye a nagyobbak ismerik, vagy akik többet néznek médiát, hogy mama hotelben vannak egy életen keresztül, mert nem nőttek fel arra, hogy választani kell, párt kell választani. Ha ott maradnak az édesanyjuk mellett, a sikertelenség lesz egy életen keresztül. Visszakanyarodva a vakhoz, oda sietett Jézushoz, nekünk milyen terhet kell ledobnunk, hogy Jézushoz menjünk. És a következőkből lehet választani, a testiség, a kapzsiság, a harag, az önző mi volt köpenyét. Tehát nem csak ebből a 4-ből, hanem másból is van mindannyiunkban, kibe kevesebb, kibe több van, hogy a testiség bűne, kapzsiság bűne, a haragnak a bűne, az önzésnek a bűne. Jézus megkérdezte tőle, és tőlünk is megkérdezi itt a templomban, mit tegyek veled? Jézus nem kényszeríti az embert az ő kívánságával egyező cselekedetre. Mester, hogy lássak, mondja a vak. Lassan a természetet, az embert, a családomat, de vedd le a lelki szememről is a hájogot, a hitetlenség, a kevésség, a féltékenység, a hiúság, az irigység és a rossz akarat hájogát. Ha szétnézünk és belegondolunk, de nem csak ugye a családra kell, hanem saját magunkra is kell gondolni, ismerőseink, barátaink hájogot viselnek. Ezek a hájogok a hitetlenség, minek a templom, az imádság, a kevésség, a beképzeltség, hogy csak én vagyok, és ugye áttaposni mindenkin, a féltékenység, meg kell bízni a másikba, és rá kell bízni az Istenre az életünket. A hiúság, az irigység, a rossz akarat hájogát. Add, hogy tisztán lássam az életem értelmét, az örök célt és az ahhoz vezető utat. Nem állok távol az igazságtól, hogy az emberek nagy többsége megszokott, megtanult valamit, és abból semmit. Különösen vigyáznunk kell nekünk időseknek, mi még inkább becsontosodunk, de a fiatalok között is sokan vannak, nem kevesen, akik nem tudnak csak egy úton menni, se jobbra, se balra, se Istenre, se emberre. Befejezésképpen, mivel a hit éve van, a Magyar Püspöki Kar a következőket kéri tőlünk. Igaz, október vége van, de nem késő, még most sem. Minden hónapban kér tőlünk egy néhány dolgot. Először imádkozunk a családban közösen 1/10 rózsafűzért. 2-3 perc alatt, ugye, aki tudja, el lehet imádkozni 1/10 rózsafűzért, és nem kell félni az imádságtól. Második, tartsunk alkalmakat, melyek során az egyházközség különféle csoportjai, közösségei vezetik a rózsafűzért. Újhartyánban és több környékbeli templomban megvan még, hogy október estéjén eljönnek az asszonyok, ritkán egy-két férfi gyermekek, soha semmi, és imádkozzák a rózsafűzért.
A harmadik, népszerűsítsük a Rózsafűzér társulatot, tartsunk a tagok számára közösségi alkalmakat, melyek során beszélgetni tudnak egymással. Hála Istennek Újhartyában még van 21 néhány Rózsafűzér társulat, amelyet a 60-as évek közepén Szepes Otto atya megalakított, és hűséges, erős vezetők vannak, akik iparkodnak összetartani a Rózsafűzér társulatot. És az utolsó befejező, amit kér tőlünk, a püspöki konferencia vagy a püspöki kar, imádkozzunk közösen reggel, délben és este az Úr angyalát, akár egyénileg, akár családban, vagy közösségeinkben egy-egy konkrét szándékra. Tegnap temetőbe voltunk, és oda-vissza hosszú úton zuhogott, záporozott az eső, de nem csak az esőben, hanem a jó idő van, akkor is imádkoztunk. Kiért imádkoztunk? Az úton levőkért, hogy ne történjen olyan, mint már ma reggel is történt, összement egy busz egy személykocsival, két ember meghalt, kettő pedig súlyosan megsérült. Tehát imádkozzuk a Rózsafűzért, ne csak októberbe, és kérjük az Úr Jézustól a mai Szent Misén, hogy vegye le a hályót a szemünkről. Amen. Hiszek egy Istenben, imádkozzunk testvéreim a mindenható Istenhez, aki megszabadíthat minket testi és lelki nyomorúságunktól. Add, Urunk, hogy egyházad az evangélium hirdetésével és a kegyelem eszközeivel orvosoljon minden lelki nyomorúságot. Add, hogy a kutatók és a feltalálók a tudomány vívmányait az emberiség javára használják. Gyógyítsd meg a lelki vakságban szenvedőket, hogy meglássák az igaz tanítás fényét. Vezess tévedő embertársainkat a helyes élet útjára. Ragyogtasd fel meghalt híveinknek az örök világosság fényességét. Mennyei Atyánk, Szent Fiad visszaadta hozzájuk a főember látását. Könyörögve kérünk, adj nekünk lelki világosságot, hogy eljuthassunk hozzád Krisztus, a mi Urunk által. Testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen,
a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Istenünk, fogadd szívesen áldozati adományainkat, melyeket fölségednek felajánlunk, hogy szolgálatunk egyre nagyobb dicsőségedre váljék, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek, emeljük föl szívünket, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. A bűn ugyan elszakította fiaidat tőled, de szent fiad vére és szent lelked ereje által te újból magad köré akartad gyűjteni őket, hogy a nép, melyet a Szent Háromság egy Isten egyesít, mérhetetlen bölcsességet dicséretére egyházzá váljék, mint Krisztus teste és a Szentlélek temploma. Ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, dicsőítünk téged, és újjongva zengünk. Szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Thank you.
tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélek kegyelmében, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya.
Krisztus lelke. Hatékonyan bennünk a szent áldozás kegyelme, hogy amit most a szent színek alatt magunkhoz vettünk, azt a maga teljes valóságában is elnyerjük, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Hétfőn és kedden szülőkért mondunk szent misét, csütörtök minden szentek ünnepe, 2 órától sírszentelések a temetőben, péntek halottak napja. Hétfői esti szentmiség 5 órakor kezdődnek. Ma még 6 órakor lesz a szentmise, holnaptól 5 órakor. Missziós gyűjtés eredménye 77.500 forint. Isten fizesse meg mindazoknak, akik jó szívűen adakoztak misszió célja, hiszen tudjuk, látjuk, ugye főleg idősek, nyugdíjasok vannak, és mégis ilyen sokat áldoztak. Mária kápolna felújítása folyamatban van, újabb és újabb értékes dolgokat kapunk a Mária kápolnánál. Templomunk szépítése és gondozása is fontos most ősszel, tehát holnap hétfőn és kedden férfiakat kérünk és várunk 8 és 9 óra között ide a templomba, illetve a templom kertbe, hogy rendbe tegyük, még szebb legyen az Isten háza. A sírszentelések előjegyzése hagyományosan Ulicskán nénál, Teréz néninél. A ravatalozó teljes felújítása elkészült, ezért, mivel minden szentekkor 2 órakor sokan lesznek a temetőben, 2 órakor felszenteljük, illetve újra szenteljük a szépen elkészített, felújított ravatalozót. Dobozi atya Rubin miséjére hozott sok-sok süteményt és gyümölcsöt, hálásan köszönik ők is, meg én is. Köszönet azoknak, akik elhozták és visszavitték. Az idősek tudják velem együtt, hogy nekünk már nem kell igazából sok. Tündéri volt látni, amikor a sok-sok rengeteg süteményt rakták be egy nagy autóba, amikor egymás után elmondta, vagy többször, nem is tudom hányszor, Dobozi atya, hogy látni is jó, látni is jó. Írtak egy szép köszönőlevelet, majd jövő vasárnap talán belefér, akkor majd felolvasom. Az Úr legyen veletek, áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Isten.